Az utolsó simításokat végzik a szakemberek a Kisbudai úton, ahol péntek délután újra lehet közlekedni. A több mint 600 millió forintos beruházás keretében kiszélesítették a járdát a Szent Imre iskola felőli oldalon, 80-100 éves közművezetékeket cseréltek a föld alatt, és a rossz állapotú útburkolat is új réteget kapott. A Kisbudain pedig a csomópontok járdaszigetei egy speciális növénybeültetést kapnak. A város polgármestere köszöni a türelmet, melyet az elmúlt hónapokban a közlekedők tanúsítottak a beruházás kapcsán. Tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen ez az egyik ütőere a város közlekedésének. Nagyon nehéz volt ez a közel 7 hónap. Még egy kis türelmet, kitartást kérek és kívánok mindenkinek, és utána viszont évtizedekig a közműhöz biztos, hogy nem kell hozzányúlni, és időről időre majd csak az aszfalt burkolatnak a felső kopó rétegét kell cserélni. Ez egy sokkal rövidebb és olcsóbb beruházás lesz annak idején. Bízunk benne, hogy persze hosszú évekig erre sem kerül majd sor. A Prohászka úton jövő hét csütörtökre végeznek a munkával. A csapadékos időjárás miatt nem lehetett aszfalt és burkolati jeleket festeni a Prohászka úton, de most már zajlik az aszfaltozás. A buszöblökben is a betonburkolat teljes megkötését meg kell várni. Elképzelhető, hogy helyenként marad még javítandó felület, de akkor már kétirányú forgalom mehet a Prohászka úton is. A kivitelező azt mondja, ezeken felül is vannak olyan tényezők, melyek nehezítik a munkát. Nekünk ilyenkor januártól márciusig gázolaj üzemű a keverőnk, és nehézségeket okozott a beszerzés. Ugye egy 9000 liter minimum kell naponta ahhoz, hogy érdemes legyen elindulnunk. Volt, amikor nem sikerült ezt beszerezni, de most már néztünk másik beszállítót is, és így talán sikerül. Április 9-én szombaton üzemkezdettől a helyi és regionális járatok is ismét az eredeti útvonalon közlekednek majd. Ez alól kivétel a 35-ös a vasútállomás irányába közlekedő 33-as, valamint a Fecskepart irányába közlekedő 34-es jelzésű autóbuszjárat, melyek továbbra is a Rákóczi út, József Attila utca, Deák Ferenc utca terelő útvonalon járnak, és a terelő útvonalon rendszeresített megállóhelyeken állnak meg. Kimaradó megállóhelyek a Zsuzsanna forrás, a Prohászka Ottokár út, valamint a Prohászka Ottokár templom.